akár 600-700 fős rendezvényeket is tarthatnak a jövőben a reptéren. Elkészült ugyanis az új kiszolgáló épület. A csaknem 20 millió forintból épült, mosdót és raktárhelyiséget is magába foglaló létesítmény a TDM szervezet tavaly megnyert Európai Uniós pályázatának kötelező eleme. Ez lesz a raktár részünk. A reptéren megépült kiszolgáló létesítmény raktárát mutatja Kabály Zsolt. A most még üresen álló helyiségben a különböző rendezvények eszközeit lehet majd tárolni. A mostanra elkészült 151 négyzetméteres épületben a raktár mellett női, férfi és mozgássérült mosdó, valamint zuhanyzó is helyet kapott. 600 fős, tehát inkább ilyen 600 fős rendezvények kiszolgálására alkalmas. Ez volt az irányelv, ami alapján a tervező ezt megtervezte, és most került átadásra az épület. Ez ugye egy minőségi lépés volt az előző állapothoz képest, tehát az én úgy gondolom, hogy a már megnagyobbodott rendezvények színvonalához nem illet, illetve ugye azoknak az előírásoknak sem minden esetben felelt meg, amik szükségesek. Ez már egy lépés igazából ennek a feladata, ennek az épületnek, hogy a lehetőségét megteremtse annak, hogy nagy, ahogy említettem, 6-700 fős rendezvények lebonyolítására is helyszínként legyen most már nyilvántartva a repülőtér, úgyhogy bízunk benne, hogy lát majd sok vállalkozó fantáziát, jönnek a jó ötletek, hogy milyen rendezvényeket lehet majd itt megvalósítani. És ugye annak az elképzelésnek a része is ez, hogy a Szent István Park nagy koncentráltságából kihozzuk a rendezvényeket, el tudjuk onnan vezetni a vendégkört, akár körbejárhatóvá téve ugye a fürdő területét, és ez egyik ilyen pont, ami majd remélhetőleg tovább fejlődik. Az épület műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi eljárás megindult, már csak a takarítás van hátra, ezután az épületet a rendezvények szervezői egyedi megállapodás keretében mint társüzemeltetők kaphatják meg. Mi üzemképes állapotban átadjuk az épületet, az ő feladatuk pedig az, hogy mind vagyonilag, mind tisztaságban megőrizve, és az átadott állapotnak megfelelően juttassák vissza. Nyilván különbséget fogunk tenni az önkormányzat cégei között és a közvetlen kapcsolatok között, illetve külső szervezők között, de ez még kialakítás folyamatában van. A projekt részeként, bár nem kötelező elemeként, két mozgássérült parkolót is kialakítottak a reptéren, az ezt jelző tábla a napokban kerül majd ki.